Egy beszélgetést idéznék fel, amely néhány hónappal ezelőtt a Lendvai utcai felújított központi hivatalunkban történt. Páran azon tanakodtunk, hogy egy sajtótájékoztató sorozatot kellene indítani az ellenzék székházainál. De az derült ki, hogy valójában ilyenek nincsenek. Az MSZP aki Gyurcsány Ferenc elnöksége idején eladósodott, és most is nyakig ül a hitelekben, eladta először a Köztársaság téri, majd kicsit később a Jókai utcai székházát, jelenleg egy erzsébetkörúti lakóház udvarra néző lakásában tengeti Léha hétköznapjait. A demokratikus koalíció egy irodaház folyosóiból, szobáiból tervezi a határon túli magyarok elleni újabb akcióját. A Jobbiknak ugyan van irodája a Villányi úton, de az nem teljesen világos, hogy az a sajátjuk még, vagy azt is a pártjukkel együtt felvásárolt a Simicska Lajos. Ha az ingatlan a nagyvállalkozó tulajdonában van már, akkor nyilván hamarosan az iroda helyén kozmetikai szalon fog nyílni. Lesz ott minden, szőrtelenítés, szemöldök kiszedés. Egyben egészen biztos vagyok, hogy egy törzs vendégük már biztos van. Az LMP egy új lipótvárosi 5. emeleti lakásban dolgozik, gondolom sok biztonsági zárral és nagy ráccsal az ajtón. A Momentum egy rozzant pincét mutogat főhadiszállásként, de valójában több mint 130 négyzetméteres méregdrága lakásban nyomorognak, de valójában ez egy budapesti banknegyed melletti lakás. Szóval illegalitásban vannak mindannyian, pont úgy, ahogy a szellemi elődeik voltak. De ez az illegalitás lehetőséget adott számukra az időközi választásokon, ahol polgármesteri vagy helyi képviselői mandátum megszerzése volt a tét. Megpróbáltak minden trükköt, fortélyt, egészen extrém összeállásokat, titkos koalíciót, látszólag független jelölteket. Volt, ahol külön indultak ellenünk, de volt, ahol egy független, moszkovita jelölt mellett nem indult a baloldal, egyetlen pártja sem, és a Jobbik központi parancsra is visszaléptette helyi jelöltjét. Pakson rajtunk kívül nem állítottak más pártok jelöltet, csak egyetlen, függetlennek látszó jelölt indult velünk szemben. A trükkök százai ellenére az elmúlt években az időközi választások közel kétharmadát mi nyertük meg. Sok nagy győzelmet arattunk, most azonban, ha nem tartják tiszteletlenségnek, egy képviselőt kiemelnék közülük. Ugyanis ő egy régi baloldali városban, nehéz körülmények között, fáradtságot nem ismerve, álhatatosan járta az utcákat, beszélgetett az ott élő emberekkel, megszerették őt. Pont olyan kitartással végezte a dolgát, ahogy a sportban, ahogy a küzdőtéren megtanulta. Engedjék meg, hogy arra kérjem önöket, tapsal köszöntsük körünkben a karata világkupa győztest, az Európa-bajnoki ezüstérmest, a magyar válogatott tagját, Lessing-Leiter Fruzsinát, Dunaújváros önkormányzati képviselőjét. Sokszor nyertünk már együtt, 9 alkalommal győztünk sorozatban népszavazásokon, országos, önkormányzati, Európa-parlamenti, országgyűlési választásokon 2006 ősze óta. Kétszer is megtörtént, hogy közel 3,4 millióan támogatták a mi álláspontunkat, de a múltbeli sikerek ellenére most, a választások előtt, csak pillanatokra ugyan, de mégis elkezdünk aggódni. Az nem történhet meg ismét, ami 2002-ben, hogy egy az elődeinknél jobb gazdasági növekedés után, a béremelések után elveszítsük egy választást ismét mindössze 1%-kal. Kevesebb, mint fél év múlva újabb megmérettetéshez érkezünk, talán minden eddiginél fontosabbhoz. És ez lehet, hogy most még nem érezzük, ez lehet, hogy még most nem látszik, de a végén, ahogy a sportban szokták mondani, nagy meccs lesz. És fontos tudnunk azt is, hogy miért szeretnénk, vagy talán nem túlzás, hogy miért akarunk győzni. Van, aki azért, mert sosem felejti el, hogy mi történt a családjával a 40-es években. Hogyan hurcolták el, hogyan telepítették ki őket,
hogyan seperték le a padlást, hogyan vettek el mindent tőlük. Van, aki úgy gondolja, hogy elszámolni valója van 1956-os terrorért, és sokan gondolják közülünk azt, hogy elszámolni valójuk van a 2006. október 23-án az Astoria-nál elkövetett terror miatt. Van, aki a szülei emlékéért, van, aki a tőlük kapott szellemi örökségért, van, aki a gyerekeiért, van, aki az unokái jövője miatt támogat minket. Vannak velem egykorúak, akik azt gondolják, hogy a pártállam ellopta az életük felét. Vannak, akik büszkék a mögöttünk hagyott évekre, a polgári kormányzat eredményeire, hogy a hitetlen rikácsolások ellenére közös erőfeszítéssel talpra tudtuk állítani a magyar gazdaságot, úgyhogy közben egy feledhetetlen napon hazaküldük az IMF-et. Sok százezer munkahelyet hoztunk létre, és meg tudtuk védeni a határainkat. Ma a magyar településeket a terror helyett a béke és a biztonság veszi körül. Azt is biztosan tudom, hogy közülünk senki nem gondolja, hogy Magyarországon milliárdosoknak politikai befolyást kellene szertenni, lakjanak azok a hazánkban, vagy az Egyesült Államokban. És abban is biztos vagyok, hogy sokan vannak, hogy nagyon sokan vannak, akik pusztán azért állnak mellettünk, mert egy napot se tudnak leélni anélkül, hogy ne gondolnák, magyarnak lenni kiváltság. Most ezeket a gondolatokat kell felírnunk minden tervünk első lapjára, minden füzetünk első oldalára. Ezt kell a szívünkbe vésni. Már csak 5 hónap, és ha mindent megteszünk, ha mindjárt ott leszünk, akkor meg lehet a győzelem. És még az is előfordulhat, ahogy az MSZP mostani helyzetét látom, hogy a múltat végképp eltöröljük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja Önöket, Isten áldja Magyarországot!